Köszöntöm a Törzsasztal nézőit. Itt van a nyár, és ugye most már lehetne egy kis finom grillpartikat rendezni, ezért egy nagyon egyszerű és egy nagyon könnyű, de természetesen egy halas ételt fogunk készíteni. A segítő partnerem Kádár Német Matild lesz, a Fehértói Halászcsárda konyhafőnök asszonya, és vele fogjuk ezt a nagyon finom, egyszerű, gyors ételt elkészíteni. Hát ugye, hogy miről van is itt szó, ugye a busa. A busa ez egy nagyon finom hal, nagyon jó áron lehet kapni, és majd meglátják, milyen finom vacsorát lehet belőle készíteni, vagy akár egy kis sörözéshez is. És nem akármilyen köretet fogunk adni hozzá, a dinnyéből fogunk készíteni egy dinnyes salátát, amit egy ugye most teljesen aktuális, egy kis bodzavirággal fogunk feldíszíteni, egy kis olajos magvakkal fogjuk még díszítgetni, és balzsamecettel fogjuk még ízesíteni. Ez a busa ilyen gyönyörű, szép szelet halacska, és ez be van pácolva, egy sima, egyszerű mezei tejszínnel, és ebbe a tejszínes közegbe szépen megszívja magát ez a hal, és majd nagyon finom, sejmes ízű lesz. Természetesen be kell sóznunk, de hát a sót is lehet egy kis tengeri sóval, hogyha, aztán lehet egy kis himalája sóval. Tejszínbe egy kis fokhagymát is raktunk, borsot teszünk rá, úgy, egy kis sót teszünk rá, kicsit meg kell mozgatni, hogy nehogy leragadjon, közben készül a dinnye saláta is, a köret. Egy kis olajat is öntünk néha a tűzre, hogy le ne ragadjon. Csak annyi kell, hogy nem bő olajba sütjük, csak ezen a vaslapon, és olaja csak annyit, hogy ne ragadjon le. Közben, amint látjuk, a Matildka összevágta a finom dinnyét, egy kis avokádó kerül még bele, hogy szép színes legyen, és ugye most jön az igazi szép kis bodzavirág, amivel lehet díszíteni, kellemes illatot és nagyon szép esztétikai élményt fog nyújtani emellé a finom busá mellé. Szépen megpirosodott. Íme, kedves nézőink, elkészült ez a nagyon finom és egyszerű busa. Jó étvágyat kívánunk hozzá!